Sziasztok! Na, hát most kicsit egyedül vagyok, legalábbis. Mert néha jó lenne egy ilyen... Lettentőgáz kimondani is a nevét, de ilyen szelfiból. Na, istentelenül furcsa így tartani a telefont. Most nem is olyan kellemes. Szóval most van egy pár percem szabad, hát ugye... Hát nem tudom, hogy olyan 4 óra 20 percre van az a bolt, ahol a szobrokat a múltkor vásárolgattam. És most megint elmegyek. Egy-két ajándékot is szeretnék nézni, de csak magamnak nézek szobrokat. Remélem, hogy most is van az a 30 jenes manga könyv akció. És hát akkor majd tudok vásárolgatni. Na, szóval... Úgy gondoltam, hogy a mai napnak, és hát a mai vlognak lehetne egy olyan témája, hogy európai ízek Japánban. Amúgy lassan aranyóra van. Aki fotózik, az tudja. Sőt, olyan aranyos dolgok vannak. Szóval... A lényeg az, hogy igen, európai ízek Japánban. Na, az egyik európai íz Japánban az általában én vagyok, a szúnyogok szeretnek enni engem. Ilyen, nagyon ilyen csúnya, fekete szúnyogok vannak itt. Tehát még nálunk azért a legtöbb szúnyogunk inkább szintelennek és átlátszónak mondanám. Maximum, ha tele van, akkor... Vagy hát ilyen világos szürke esetleg, nem tudom. De itt szúnyogok ilyen fekete csúnyaságok. Tehát ilyen csúnya fekete lények. Most valószínűleg sok is lesz, mert elve itt van egy patak környéken, sőt mindenütt van patak Japánban. De alapból itt van egy patak. És most már esős évszak van. Egy pár napja. Igazából azóta talán most esett először az eső, talán tegnap előtt éjszaka, de most már megint jó idő van. Kicsit kezd most már melegebb lenni, vagy párásabb lenni az idő, de azért úgy jó. Na most azon kevés helyenek egyikén vagyok, ahol van járda, alapból nincsen járda. Itt az előbb is az úton mentem, és általában úgy szoktam, hogy úgy megy mindenki. Szóval... Most lehet, hogy egy kicsit hangosabb lesz minden, mert főútvonal mellett megyek. Szóval európai ízek Japánban. Hát ezt úgy értem, hogy én hoztam egy csomó csokoládét például Japánba, így ajándékba, és nagyon mennek, nagyon menő dolgok. A kinder csokik általában a kedvencek. Kinder tojás, kinder csokoládé. Kinder csoki és a kinder bueno. Ezek nagyon kedvencek, a milka is nagyon-nagyon finom itt. De ezek nem tipikusan magyar édességek, de attól függetlenül nagyon mennek és nagyon jó. Ami ezzel kapcsolatos, hogy... Jó, elhoztam a pénztárcám. Tehát, hogy... Japánban annyira nincsen olyan... Sok jó csoki, ettem már finomat, de úgy olyan... Mi igazán kedvencem lenne, olyat még nem. És... A lényeg az, hogy... Hát ezek a csokoládék... Ezek olyan dolgok, hogy... Szerintem simán lehetne boltot nyitni. Ilyen európai csokis boltot. Ilyen kinder boltot. Szerintem úgy cuppannának rá a japánok. Ez az igazi üzleti rés. Tehát ez biztos, hogy olyan dolog, ami igazából sokaknak tetszene. Itt. És...
biciklisek mindig a zebrán mennek át. Tarlós István itt meghalna. Ma is olyan biciklis volt. Ott is jön egy biciklis. Elég sok biciklis volt. Ma is olyan biciklis volt, hogy ment az útnak a jobb oldalán. Hátra se nézett, átment balra. Már csak úgy mondanom kell, hogy a jobb oldal az a pont az ellentétes irány. Tehát, hogy így egyszer csak átment balra ott előttünk. Mondom, meredek. Azon kevés helyek egyike, ahol van lámpa a gyalogosoknak. Mert ha megnézitek, mutatom, a lámpa az az út túloldalán van. Tehát közben rágózok. Tehát itt van az, ahol elindulnak az autók, és oda hátra kell nézniük a lámpához. Tehát mindig messze van a lámpa. És ha nincsen gyalogosan átkelő lámpa, a gyalogosnak is azt a lámpát kell nézni, amit az autósnak. Ez érdekes dolog. És szerintem amúgy ez veszélyesebb, mint ami nálunk van, ugye. Nálunk az autós lámpa mindig közelebb van az autósokhoz, mint például most itt pont van. De érdekes, mert van néhol két lámpa. Van egy a túloldalt, ott látod hátul, hogy piros-sárgán villog. Érdekes, nem villog piros-sárgán, csak a kamerában, mert full piros. Tehát csak a kamerának a frekvenciája más, és azért piros-sárgának tűnik. Szóval van két piros-sárgán villogó a kamerában. Az az egyik, ami ilyen, hát ilyen áthívó lámpa. És van, ahol a közelben nincsen lámpa. Tehát ahol az autós megáll, ott nincsen lámpa, csak a túloldal. És a múltkor például mentünk egy teherautó mögött, és nem láttunk a messzire lévő lámpára. Szóval amikor már bementünk a kereszteződésbe, utána látszódott, hogy már rég piros a lámpa. Itt is egy biciklis. Igazából soha nem lehet tudni, hogy hol fognak menni, szóval autósként nagyon oda kell figyelni. De gyalogosokként is, mert érdekes. Tényleg érdekes. De a gyalogosokra is oda kell figyelni, így tényleg ilyen össze-vissza mennek, mint hogyha részegek lennének sokszor. Szóval, hát érdekes. És igen, tehát ilyen érdekes helyzetek vannak a lámpával. Szóval európai ízek, a csokoládé, azok jók. Azok mennek itt. A jó kis európai csokik, azok jók. Ugye sok olyan csokit is hoztam, amit én nem tudok megenni, de nagyon szeretek. Az allergiám miatt nem tudom megenni. De azok itt nagyon kelendőek, nagyon jó csokik. Akkor én, hát először talán, igen, palacsintát csináltam. És az is nagyon-nagyon-nagyon kelendő dolog lett itt, mert ugyanis itt elég drága a palacsinta. Ma is láttam, hogy ilyen egyetlen egy darab palacsinta. Ez jó, egy kicsit nagyobb palacsinta, de egy darab ilyen 1000 forint. Szóval kicsit húzós egy darab palacsintáért, amiben liszt és tej van, meg egy darab tojás a tésztában, az kész. Szóval ugye 1000 forint egy kicsit sok, és szóval ez a palacsinta dolog, ez nagyon bejött, tehát hogy én így ettem, vagyis csináltam, és hát először nem akarták elhinni, hogy ez vacsorának is jó. Ugye én otthon vacsorának eszem a palacsintát. Szerintem sokan mások is vacsorára eszik a palacsintát. Desszertre gondoltak csak, hogy a palacsinta az csak desszert. De most már itt is, mert már múltkor csináltak nekem palacsintát, szóval igazából így a palacsinta ebben a családban már így szerintem meg fog honosodni. Ha valaki szeretne palacsintát enni, akkor tud majd. Közben már mindjárt odaérek. Ja, még nem, még el kell majd mennem egy sarkot balra. Itt van valami
valami templom, valami keresztény templom, de lehet, hogy ortodox keresztény, fogalmam sincs, én nem értek hozzá. A keresztet felismerem, tehát hogy így azt látom, majd elmegyünk mellette. Szóval a palacsinta meg lett honosítva. Igen, a másik a pizza. Ugye én nagyon-nagyon szeretem a pizzát. Heti egyszer-kétszer, hogy mindig csinálok magamnak otthon. Mert tényleg nagyon szeretem. És képzeljétek el a pizza. De a palacsinta azt mondja, hogy 1000 forint darabja. Semmi az 1000 forintos pizza. Ha 1000 forint lenne a pizza, ez egy dolog. Egy kis szelet pizza az olyan 500-600 forint. Ott kezdődik. És annyira luxus étel a pizza, hogy kapaszkodjatok meg, de egy L-es, ami nagynak számít, mint nálunk, de 36 centi az L-es. A 36 centis pizza szerintem nálunk olyan, ami nagyon prémium is. Nagyon prémium is olyan, tényleg nagyon prémium, 2000 forint. Közben néni követ. De az tényleg egy nagyon prémium pizza, nem? 2000 forintért 36 centi. Arról nem is beszél, hogy te milyet tudsz csinálni. Kevés pénzből. Itt a 36 centis L-es pizza. Kihozza neked a futár, csak az olog, hogy a futár az, futárról a pizza az drágám. Megvárom, míg elmegy a néni. Olyan gyorsan jön. Szóval futárról a pizza drágább, mint ételembe venni. De ha te úgy gondolod, hogy szeretnél pizzát enni, akkor neked hát olyan 8-9 ezer forintot kell fizetned egy L-es 36-os pizzáért. 8-9 ezer forintot. Mondanom is, hogy nem nagyon esznek a japánok pizzát. Szeretik, de nem eszik. 8-9 ezer forintért. Hát egy kicsit vicces. Nem, tehát ez is egy olyan piaci rész, hogyha én szeretnék pizzát csinálni, mármint pizzát eladni. Tehát, hogyha boltot akarnék nyitni, kajaboltot, akkor pizza bolt lenne. Vagy pizza étterem, bocsánat. Mert ez a 8-9 ezer forint, hát ez egy kicsit húzós. Pizza, ami kijön szerintem egy darab ilyen 500 forintból elkészíteni. 8-9 ezer forint. Durva. Szóval csináltunk pizzát saját tésztával, tehát teljesen saját tésztával megcsináltuk. Valaki még jön mögöttem. Teljesen saját pizzát csináltunk mindent elejétől a végéig. Annyi, hogy a sonkához a hát a, szerintem disznósonka volt, de lehet, hogy pulyka, nem tudom. Nem mi tenyésztettük meg a növényeket. Úristen, micsoda pókháló. Szóval nem mi tenyésztettük őket, majd termesztettük. És Sakura Gaoka, ez valami keresztény iskola lehet akkor. Mutatom. Ott a templomnak a... Vagy ott van a kereszt. Mindjárt úgy mondják, hogy el tudjátok olvasni a nevét a iskolának. Hát nem tudom, hogy van-e olyan a felbontás. És itt a templom. Ez valami keresztény izé lehet. We walk hand in hand with our town to create a bright future. Mondja, írja. Jó. Szóval ez is egy olyan dolog lett, ami így a háztartásban, ahol lakom, meg lehet honosítva, pizza. Szóval ennek így szerintem
Most aki szereti ott a pizzát, már pedig szeretik, annak örülnek, mert azért nem egy olyan drága étel. Nem annyira luxus, mint amennyire Japánban luxusnak tűnik. Akkor ezen kívül tudtátok, hogy minden üzletnek saját parkolóhelye van, és hogyha nem oda parkolsz, biciklisek, de ez most bicikli út is, ha nem oda parkolsz, ahol, ami a saját üzleted, akkor megbüntetnek. Tehát már mind úgy értem, hogy te el akarsz menni mondjuk a... Nincs Tesco, de ha el akarnál menni a Tesco-ba, akkor ha beállnál az Oceannek a parkolójába, megbüntetnének, mert nem a Tesco-ba mentél. Szóval itt sokszor van az, hogy nincsen szabad hely, és akkor itt várni kell megkörözgetni, mert például mondjuk azt, hogy ez a parkoló itt mellettem, ez teli van, és ide szeretnék jönni, és a másik oldalt meg van egy csomó hely, de nem állhatok oda a kocsival, mert megbüntetnek. Szóval elég érdekes. És hát annyira szerintem nem jó rendszer, de mindegy. Amúgy meg rájöttem, hogy miért olyan drága itt a kaja, mert az ilyen, mindig vannak ilyen parkoló, hát nem parkoló őrök, hanem parkoló irányító emberek. Tehát a világ legkihaltabb utcájába van mondjuk egy bevásárlóközpont, bevásárló kis bolt, és van egy ember, aki mutatja, hogy itt arra kanyarodj, meg megállítja neked a forgalmat, meg mondja, hogy szabad menni, meg minden. Olyan, mint hogyha egy ilyen kis kereszteződésben, mint ami itt van, itt állna valaki, és folyamatosan mondaná, hogy most mehetsz, vagy nem. És hogyha nem, akkor, vagy ha mehetsz, akkor mutatja, ha nem, akkor meg kiáll neked az autó elé, a főútra, és akkor ott lényeg az, hogy tereli a forgalmat. És vannak olyan üzletek, ahol ilyen 4-5 ember is van ott, tök melegben, meg jéghidegben, vagy esőben, tök mindegy. És 4-5 ember ott van, és a tök fölösleges munkát csinálja. Biztos rohadt sok pénz, mert itt a minimálbér az több százezer forint Japánban. Ezért biztos, hogy jó drága a bolt. Tehát ezért olyan drága itt a kaja. Na csak úgy mondom. Érdekességképpen. Mennyi keresztény dolog van itt? Ott is van egy keresztény templom. Meg ez is valami egyház. Mutatom. Ott a keresztény templom. Általában nem szokott lenni. Shinto templom van Rahedli. Tehát tényleg sok. Megint biciklisek, de mint mondtam, ez bicikli út is. Kivételesen. Láttátok, minden irányból megkerültek engem. Jobbról balra. A srác engem nagyon néz, mit csinálok. Szerintem nem, át akar menni a másik oldalra, de nagyon néz engem, mit csinálok. Magammal beszélek. Ja. Kicsit kíváncsi. Hopp, most például most lett piros a gyalogosoknak az a lámpa, amit mondtam, mert nincsen másik lámpa, de az a fenti lámpa az autósoknak lámpa piros lett, én meg, vagy sárga lett, én meg még gyorsan átjött. De az a srác az nem arra ment, én azt hittem, hogy elkanyarodik arra, de nem, eljött mellettem. Csak nagyon kíváncsi volt, mit csinálok. Nézem magam, de semmi más. Ja. Sakura Gakuka Saint Glorious Church. Nem tudom, ti mennyire vagytok istenhívők, én egyáltalán nem. Meg vagyok keresztelve, de egyáltalán nem. Nem vagyok hívő. A keresztelkedés nem az én döntésem volt. De van keresztanyukám és két keresztapukám, tehát annyira nem rossz dolog. Ugye mindig több ajándékot kaptam. Szülinapomra, névnapomra, nem egy olyan rossz dolog. Ha így nézzük. Szóval... Mia? Igen. És tegnap, hát milyen európai ízek voltak még? Ja, igen. Anyukám, van egy 1000 forintos boríték. Egy 1000 forintba kerülő boríték arra jó, hogy Európán kívülre, ami belefér a
borítékba súlyhatár nélkül elküldheted bárhova a világon. És hát ide Japánba küldte el anyukám, ugye többször küldött nekem csokit, hogy nehogy itt csoki nélkül meghaljak, mert többször volt rá példa, hogy majdnem meghaltam nélküle, de küld nekünk csomagot, és most tizét küldött, giroszt és tzatzikit. Ugyanis képzeljétek el, pita, amiben a giroszt rakod, az van a boltban, de hozzá girosz, sztósz, vagy nem girosz, fűszer, girosz fűszer, vagy tzatziki, az nincs. És itt nem is ismerik a giroszt. Nagyon furcsa, de ez is egy ilyen kihagyott zicser. Ugye giroszt egy ilyen átalakított lakókocsiban is lehet csinálni. Szóval a lényeg az, hogy nem ismerik a giroszt. Most már lehet, hogy egy kicsit nehezebben fogtok hallani a szél miatt, meg sok autó miatt, de már mindjárt megérkezek, tehát lezárom. Tehát a giroszt, azt küldött anyukám, és tegnap megcsináltuk. Hú, ti halljátok? Olyan, minek van itt ennyi templom? Mi? Ott is van egy kis templom. Olyan sikere lett a girosznak, de olyan sikere, hogy nem tudom milyen út ez. Nem kis út, nem tudom micsoda. Mert hogy egy Sintó templom kompenzálja sok keresztény templomot. Szóval nagyon-nagyon szerették a giroszt. Tzatzikit főleg. Szóval a lényeg az, hogy ezek az európai ízek, ezek bejönnek Japánba. Konklúzióként le tudom vonni, hogy amúgy én nem nagyon szeretem, tehát én az európai ízeket nagyjából szeretem. Ami, most megállok, mert úgyis mindjárt beérek. Szóval nagyjából az európai ízeket szeretem, a magyar ételeket annyira nem. Tehát annyira nem vagyok magyar kajás. De azt meg tudom mondani nektek, hogy japán se. Tehát már japán ételeket se annyira komálom. Valami választás van amúgy. Vagy lesz. Tele van plakátolva a város. És a lényeg az, hogy nem. Tehát annyira nem rajongok a japán ételekért. Tehát ilyen szempontból 3 hónapig elég kemény. Kemény, mert én ilyen jó kis giroszokat meg ilyeneket ennék, de az nem nagyon van. A péksüteményeket akad szeretem. Nagyon finomak a Japánban itt a péksütemények. Nem tudom miért, de nagyon finomak. A biciklis. Sok a biciklis tényleg, diákok főleg. Hú, megint jön egy csomó. Szóval főleg az ilyen péksüteményeket eszem itt. Ha tehet, akkor szinte minden nap szeretnék enni péksüteményt. Mert nagyon finom, nagyon puha, és nagyon kellemes ízvilága van. Szinte az összes péksüteménynek. Ma ettem Mr. Donuts fánkot. 100 jen egy darab, az 260 forint, ugye? Annyira nem olcsó. Nem volt olyan rossz, én csokisat ettem, nem volt rossz, de egy darab fánkért sok. Na mindegy, szóval ilyen gyorséptelmi kajákat szeretem, pizza, az ilyen street foodot, nem tudom. Az meg nem nagyon van itt. De a péksütemény jó. Hát, meg sok a körris dolog, nagyon sok körris kaja van. Ami körris. Ez is érdekes. Na jó van, hogyha most egyébként nem jut eszembe más a kajákkal kapcsolatban. Mi az, amit nagyon szeretek, vagy mi az, amit nem. Rengeteg rizs, tehát így a leves rizssel, tehát ez már így a tényleg a vége a dolgoknak, de tényleg raknak eléd levest, és melléd egy tányér rizst, hogy avval egyed. Szóval fura, a kajálás azt nem fogom soha megszokni Japánban. Most megtanulom, hogyan kell. Ha véletlenül valaha japán nyelv miatt lehet
valami Japánnal kapcsolatos munkám, akkor legalább az illemet tudjam. De... Fú, nem nagyon csípem a kajákat. Vártam, hogy jó kajákat tegyek itt, de annyira... annyira nem nyűgöztek le. Na mindegy, menjek a boltba. Ennyi lett volna akkor már a vlog. Ide is értem, tehát majdnem otthonról indultam. Szóval... kicsit lassabban jöttem így, de... ilyen 20 perce van gyalog. Na, akkor... holnap... holnap küldózni megyek, megint tegnap is voltam, tegnap előtt is. De, ez nem lényeg. Pápá, sziasztok, itt egy Mackey amúgy. De pont itt van egy McDonald's. Még azt megmutattam a McDonald's-ot, de nem ettem még. Lehet, hogy egyszer ráveszem magam. Képzeljétek el, a hamburgerbe tojást raktak. Nem szeretem a tojást, allergiás is vagyok rá. De a hamburgerben abban szintén mindig van tojás. Szóval olyan vicces dolog. Ott van egy plakát, az a hamburger, az is tojásos. Ott plakát a hamburger, az is tojásos. Na, jó van. Mentem. Köszi a figyelmet. Pápá. Hello, hello.